Tüntetők fogadták a Demokratikus Koalíció elnökét Győrben. El a kezekkel a nyugdíjtól, soha többé Gyurcsány kormányt, böszmefogás. Csak néhány a számtalan transzparens közül. Ők hazudtak reggel, délbe, este, és most ugyanazt teszik, összefogtak. Megmondunk ennek a hatalomnak, többet az országban ne tegye be a lábát, tűnjön el a sokolóval, együtt kér szépen, meg az egész csapatával. A tüntetők a tavaszi szélvizet áraszt átiratát is elénekelték. A Demokratikus Koalíció elnöke a lakossági fórum előtt a sajtó képviselőivel találkozott. A rezsicsökkentéssel kapcsolatban azt mondta, hogy a kormány már nem bírja a tempót, és trükközni kényszerül. Ugye akkor látszik, hogy a rezsihadugság kifulladó félben van. Már nem meri a miniszterelnök fenntartani a korábbi tempót, sem az általa javasolt árcsökkentés mértéke tekintetében, sem a bevezetés időpontja tekintetében. Már trükközni kényszerű. A politikus kritizálta a paksi bővítést is. Képtelenség támogatni egy ilyen törvényt. Képtelenség úgy dönteni, hogy nem tudjuk, hogy a döntésnek mi a következménye. Képtelenség elfogadni, hogy Magyarország valaha volt legnagyobb állami beruházásának gazdasági, műszaki adatai 10 éve titkosították. A Demokratikus Koalíció elnökét több százan hallgatták meg. Sajnos nem tudtam meghallgatni, ha a miniszterelnököt a parlamentben. Hát nagyon szomorú vagyok. Gyurcsány Ferenc beszélt a rezsicsökkentésről, a paksi atomerőmű bővítéséről, és szólt arról is, ha az ellenzék kormányra kerül, Magyarország ismét a nyugattal keresi majd a kapcsolatot.